Középen ott van Pálinkás. Katona még mindig. Katona. Ezt el is lehetett volna lőni. Sarokkal teszi le Zekéhez. Ott van középen. És szöglet lesz majd. Óriási a tumultus az öt és felesen belül. Élesen a kapu elé. Ott a visszafejelt labda, és mellé megy végül. Zeke volt résen, de Dzsudzsákhoz fejelt. Maier. Elpattant tőle az átvétel. Dominges. Egy lövés. Hú, mekkora gólt rugott. Éppen megérkeztek a debreceni szurkolók is. Ez nagy hiba Maiertől, hosszan veszi át a labdát, és jó 20 méterről valósággal szétrúgja a jobb felső sarkot Dominges. Ezt pokolian eltalálta. Vágó. Maiernek ez jó. Egyel tovább. Nikicser elmegy a lábak között, és elmegy a kapu előtt. Hozzáért egy debreceni, szöglettel folytatódik majd a játék. Jön befelé. Pálinkás fejjel, Megyeriről elsőre kipattan, másodszorra összeszedi. Dzsudzsák szabadrugása élesen a kapu elé. Kersák véd nagyot a gólvonalon. Maier. Jó 35 méterre a kaputól. Felfejeli a levegőbe Pellumbi. Még mindig ott pattog. Vágó lövi el, mekkora gól! A nagy gólok mérkőzése ez. 20 méterről. Pálinkás lefejeli, aztán Szabó Alex készíti le. Maier indul. Középen szoros őrizetet kap Pálinkás. Nikicser viszont nem. És ott a felső lécen pattan a labda. Jön Dzsudzsák szöglete, és ott a lövés. Hú, micsoda gól. Ferenci találatával újra vezet a Debrecen. Jön vissza Csonka Bence. Na, mit ítél? Szabadrugás kifelé. Bár az nem lehet kétséges, hogy elérte Maier lábát ott bizony oldalról, hiszen mutatta a lyukat a sportszárán. Itt először vállal próbálja meg leütközni Ferenci, az nem sikerül. És aztán ott tapos oda, és kijön a játékvezető. Ugye ilyenkor azt kell vizsgálni a játékvezetőnek, hogy szándékosság történt-e, és ha igen, akkor okozhatott-e volna komolyabb sérülést. Jön vissza a játékvezető. Videózás után nincsen sárga lap, van viszont piros lap. Kiállítja Ferencit. Ez jónak tűnik eddig. Vágó a túloldalon kéri, és kapja Maier, aki középre teszi. Pálinkás fejjel.